Halleluja, köszönöm szépen, de a legjobb az, hogy Jézus itt van közöttünk, mert én a legjobbat hozhatom nektek, de hogyha abban nincsen benne az Úr, akkor üresen mentek el innen. De az Úr benne van, akkor nem megyünk üresen el erről a helyről, az egyértelmű. És én is azt gondolom, és abba vagyok egy, hogy hogy az Úr jó dolgokat készít, és az Úrnak a tervje benne volt ez a konferencia. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy része lehetek, és köszönjük a szervezőknek, hogy oda tették magatokat, és hiszem, hogy ez egy történelmi konferencia, egy történelmi világkonferencia, még nem tudom pontosan milyen módon, de utólag majd rá fogunk jönni, hogy, hogy ennek nagyon fontos szerepe lesz az életünkben. Higgyétek el, mert az Úr jó dolgokat cselekszik, és készít az életünkben. A én igém már elhangzott azért, de újra elolvasom, amit a testvérek a szívemre helyeztek, aztán az Úr is a szívemre helyezte. Efézusi levél, 6. rész, 12. vers, majd a második rész, második, harmadik vers, olvasom Isten igéjét. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelke ellen, amelyek a magasságban vannak, melyekben jártatok egykor, folytatom most ugye az Efézus 2.2-től, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is minnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és a természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. Amen. A, a én témámnak azt a címet adták a testvérek, hogy hogyan lehet győztes. És e, e köré csoportosítottam a gondolatokat, és először mindjárt azt szeretném föltenni, hogy egyáltalán mit jelent győztesnek lenni. Mi az, hogy győztes? Mi az, ami életünkben, és a, szövegösszefüggésben, a, a szöveg összefüggésben, az Efézusi Levél szöveg összefüggésében, hogyha ha vizsgáljuk, akkor a 13. vers, ami már fel lett olvasva, mit mond a 13. vers? Azt mondja, annak okáért vegyétek föl az Isten minden fegyverét, miért? Hogy ellenállhassatok, a gonosz napon, és miért, hogy mindeneket elvégezvén megállhassatok. Tehát úgy látom, hogy, hogy a katonának, hogy győztes legyen, mert ugye erről volt szó, Gyuri testvér mondta már, hogy katonának hívott el Isten bennünket, akár voltunk katonák, akár nem, Isten elhívott bennünket, hogy harcosok legyünk, két feltételt kell teljesíteni, először is, hogy megállhassunk, tehát ugye az igében ez van írva, meg kell tudni a katonának védenie önmagát. Isten elhívott bennünket arra, hogy, hogy megmaradjunk, életben kell maradni, a hősi halott nem az a terv az Istennek, hogy hősi halottak legyünk, hanem azt akarja, hogy életben maradjunk. Biztos vagyok benne, hogy az úrnak nem az volt a, az eredeti terve e, sámsonnal sem, hogy hősi halott legyen, hanem az Istennek az eredeti terve e, ennél jobb volt. Bár azt olvasott, hogy halálában kétszer annyit győzött le, mint életébe, de eredendően hiszem, hogy Istennek ennél jobb terve volt a számára. És Istennek nem az a célja csupán az életünkkel, hogy kamikaze módjára végezzük az életünket, hanem Istennek a legjobb tervét kell, hogy, hogy megragadjunk, ehhez harcképesnek kell maradni. És azt gondolom, hogy a győztesnek az egyik definíciója az, hogy harcképes tud folyamatosan maradni az Istennek az embere. A másik pedig, ami, és hát még egy igét ehhez hadd említse meg a 2. Korintus 6. rész 10. versében, amikor azt mondja, hogy És elkülde Izrael király arra a helyre, amiről neki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és mit olvasott? És vigyázott magára nem egyszer és nem kétszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten embereinek vigyázni kell tudni önmagukra. Vigyázz magadra, és Isten is vigyáz rád. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig, amit az Úr Jézus életében is látunk, hogy következetesen végigvinni a küldetésünket. Hogy mondja az Isten igéje? Mindeneket elvégezvén megállhassatok. Tehát azért is kell életben maradni, hogy nem csak egy-két hőstetet kell végigvinni, hanem mindent végig kell vinni mindeneket elvégezve megállhassunk, és az Úr Jézus életében megtaláljuk mind a kettőt, amikor kellett, akkor meg tudta védeni magát Lukács evangéliumában, amikor azt mondja az Úr Jézus az ördögnek, távoz tőlem sátán. Megvédte magát. Nem engedte eltéríteni, e, e, akkor, amikor e, ott volt a gecsemánék kertjében, nem engedte eltéríteni magát, és akkor, amikor aztán imádkozott a gecsemánék kertben, mit mondott az Úr Jézus János 17.4. Én dicsőítettelek téged ezen a földön, elvégeztem a munkát amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem azt, és ezzel dicsőítjük meg az urat, és nagyon fontos, hogy meg kell tudni magunkat védeni a gonosz támadásai ellen, a hitet meg kell tartani, mert hit nélkül halott az ember. Meg kell őrizni a hitet, mindvégig erkölcsi területeken ellen kell állnunk a kísértésnek, mert egy másik helyen az ige azt mondja, hogy a tisztátalan, vagy a bujálkodó mondja, élvén megholt. És hogyha nem tudod megvédeni magadat, nem tudod végigvinni azt, amiért Isten elhívott téged, amiért itt élsz ezen a földön. A felesége mondta azt, hogy mindannyiunknak van elhívása, mindannyiunkkal kapcsolatban Istennek van egy jó terve. Kérlek szépen benneteket, és elsősorban magamat és mindannyiunkat, hogy legyünk partnerei az Istennek, hogy az ő jó tervét és az akaratát véghez tudja vinni az életünkön keresztül. Vigyázni kell magunkra, meg kell tanulni vigyázni magunkra, és betölteni a küldetésünket, amire Isten elhívott bennünket. Öt dolog van, nem beszéltünk össze a feleségemmel, öt dolog van, amit én is szeretnék említeni, hogy mik azok a, a dolgok, amik által győztesek lehetünk, és részben elhangozta már dolgok, ezért van, amint csak átszaladok. Az első dolog az, hogy ha győztes akarsz lenni, ismert fel, hogy harcos vagy, és élj a szerint. Ismert fel, hogy, hogy harcos vagy. Nem civilek vagyunk hanem katonák vagyunk. Szeretnék úgy tekinteni mindenkire, a itt ezen a konferencián, hogy Istennek a katonája vagyunk. Amen. Nem, nem csak olyanok vagyunk, akik itt összegyűltünk, hanem Isten harcosoknak, katonának hívott el. Nem nézők vagyunk, hanem szereplők vagyunk, nem diszkatonák vagyunk, hanem harcosok. Amen. Nem csupán azért, hogy mutassunk valamit, hanem hogy győzünk, arra hívott el az Úr bennünket. És a katonának, a harcosnak az állóképessége, a harci készsége az elengedhetetlen, és a katonának bírni kell dolgokat, akár amikor én voltam katona, és tudom, hogy, hogy miken kellett keresztül menni, néhányan akik voltunk, hogy bizony a katonaságnál, amikor az atomvillanás gyakoroltatta velünk, nem tudom, hogy ti azt ismertétek-e, azt mindig úgy csinálták a kiképzők, hogy mondták, hogy atomvillanás balról, akkor jobb oldalra el kellett hasalni. Az biztos mindig, hogy ott volt a pocsolya, amelyre hasalni kellett, és mese nem volt az embernek, meg kellett tanulni, hogy a katona nem kérdez, hanem végre hagyja a parancsol. És igazából katona vagyunk, nem kisasszonyok vagyunk ilyen értelemben. A hölgyek is egymásra nézhetek, és mondhatjátok, hogy amúgy te is katona vagy, és nem elkényeztetett kisasszony, hanem Isten arra hívott el bennünket, hogy, hogy harcoljunk, és meglegyünk győződve arról, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy kikiméljen bennünket az életnek a különböző nehézségébe, hanem a nehézségek közepette győztesek legyünk. Mert ha nincsen nehézségek, nem fogunk győztesek lenni. Isten átenged bennünket ezeken a, nehézségeken. A katonának bírni kell a hidegvizet, a sötétséget, a szűkjukat, az erőltetett menetet, és nem mondhatod azt, hogy nem bírod tovább, mert az Isten embere meg ráadásul tudjuk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. És nincs az a keménység, ami Isten ne tudná segíteni, és azt szoktam mondani, hogy attól, amitől nem halunk meg, attól szokunk képen megerősödni ráadásul. Úgyhogy, mint katonák, szükségünk van arra, hogy Isten átvigyen a kiképzésen bennünket. A hívő embernek az élete az egy folytonos gyakorlás, azért, hogy a képességeinket az Úr föntartsa, és ne felejtsd el, hogy a hívő élet az egy hosszú távfutás, futás, és nem rövid vágta. Mi nagyon sokszor elkészülünk az erőnkkel mindjárt az elején, Istennek meg az a terv, hogy végigcsináld a dolgokat. Azt akarja, hogy egy napon együtt majd ott legyünk az ő dicsőségébe, és mindeneket végezzünk el, nem csak egy két dolgot, amire úgy gondoltunk, hogy erre vállalkozunk, hanem mindent, amit az úr elibény tett, azokon győztesen tudjunk átmenni. És az ige azt mondja, hogy a katona céltudatos, 2 Timóteus, 2 4, hogy mondja, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatja, hanem a katona parancsokat hajt végre. És nagyon sokszor, amikor Istennek az emberei vagyunk, Istennek a gyermekei vagyunk, és az engedelmességgel kapcsolatosan már elhangzott, csak megerősíteni tudom, hogy Isten arra hívott el, hogy ne kérdőjelezzük meg, hogy mit mondott az úr, hanem hajtsuk végre, amit elmondott az úr, ami számunkra. Katona végrehajtja a parancsot, nem azt teszi, amit szeretne, nem oda megy, ahova szeretne. Mit mondott az Úr Jézus Péternek is, hogy majd eljön az idő a számodra, amikor nem oda megy, ahova te szeretnél, hanem más vesz fel téged, és oda visz, ahova nem szeretnél. Ez kifejezetten Péternek azzal kapcsolatban mondta, amikor Péternek aztán eljött az idő az életében, amikor le kellett tenni az életét a Krisztusért. De Péter hiába okoskodott, akkor, amikor Jézus keresztre ment, nem akkor volt az ideje annak, hogy ő letegye az életét, akkor őnek aki az volt a feladata, hogy maradjon meg és tartsa életbe önmagát, mert még feladatok vártak Péterre. És ezért szeretném azt mondani, hogy ha katona vagy, ha harcos vagy, akkor nem teheted meg, hogy te hősi alatt akarsz lenni, hanem tarts ki mindvégig, mert még nem tudod, hogy mi vár rád, mert Isten arra hívott el téged, hogy mindeneket elvégezve. Állj meg majd ő előtte. És tudjátok, mit mondok? A legjobb még ezután következik az életünkbe. A legjobb még ezután következik az életünkbe. Isten győztesi akarja tenni az ő népét, és hogyan lehetünk győztesek? Tehát akkor ez az első kérdésre, vagyis az első dolog, amit mondom, hogy ha alkal most maradsz a küldetésednek a betöltésére. Amen. A második dolog, amiről néhány gondolatot szeretnék beszélni, ez is elhangzott már, ismerd fel, és lásd be, hogy egyedül nem lesz győztes. A katona az nem egyedül harcol, hanem a katona az egy hadseregnek a része. És a szövegösszefüggés is egyébként azt olvasjuk, ha végolvasnánk, hogy tusakodásunk, vegyétek fel, Álljatok ellen mindig többes számba van. Nem azt mondja, hogy te állj ellen, te tusakodjál, hanem együtt, a többiekkel együtt. Nem egyedül győz a katona, a szellemi harc nem pár baj, szeretném elmondani és figyelmeztetni mindenkit rá. Ráadásul az ördög nem fair play szerint harcol, hanem az ördög gonosz, az ördög hazug, az ördög csalafinta, és nem maradhatsz egyedül, hanem tudjad meg azt, hogy te egy hadseregnek a része vagy, és együtt harcoljuk meg a harcot. És nincsen egy olyan, hogy katona, hanem győztes hadsereg van, és a győztes katona a győztes hadseregnek a része. E és együtt harcolunk, és az ördög az, aki mindig el akar szigetelni bennünket a többiektől, de ne felejtsd el, hogy akit el tudnak szigetelni, az vesztes. Mindig arra törekszik, hogy szigeteld el, elszigeteld magadat a másiktól, vagy úgy szigetelni el magadat, hogy én különbnek gondolom, mint a másikak, vagy úgy szigetel el, hogy én alkalmatlan vagyok, különböző gondolatokat tesz az embernek a fejébe, vagy azt gondolom, hogy egyedül maradtam, mint ahogyan illés, emlékeztek illésnek a történeteire, amikor megáll Isten előtt, és azt mondja, bement egy barlangba, és ott aludt, és az úr hozzászólt, és azt mondta, mit csinálsz itt illés, és mit mondott, nagy busulásom van, az Úrnak a seregek Istenért, mert elhagyták a te szövetségedet, Izrael fiai a lerontották, profétáidat fegyverrel megölték, és mint ond, és csak én maradtam egyedül, és engem is halálra keresnek. De ez a legrosszabb állapot. És az ördög ide akarja eljutatni a hívő embert, hogy azt érez, hogy egyedül maradtam. És mi az Istennek a válasza? Egyébként, hogyha tovább olvasnánk, azt mondja, de meghagyok Izraelben 7000 embert, mert minden térdet, amely nem hajtott térdet a bálnak, és minden Bajkat, amely nem csókolta azt. Ne hidd el, hogy egyedül vagy. Ne hidd el, hogy egyedül vagy. Ne engedd, hogy az ördög elszigeteljen, hanem bajtársak vagyunk, akik egymásnak vetjük a hátunkat, harcolunk, és a feleségemre is úgy tekintek, nem csak úgy, mint a, a, a szerelmem, nem csak úgy, mint a feleségem, hanem úgy tekintek, nagyon sokszor a feleségemre is nagyon sokszor tesszük meg egymással, mint ahogy Dávidnak a harcosairól van megírva, hogy hátukat egymásnak vetették, megálltak a borsóföldön, és legyőzték az Ellenséget. És kérlek, hogy tekints úgy a férjedre, vagy a feleségedre, mint bajtársak, hátadat odaveted, és nincs erő, amely le tudna győzni, mert ahol egyek az atyafiak, oda küld áldást, és az Úr mindörökké. Amen. Az egységbe Isten köldi az áldását. Halleluja! És az ördög semmi más nem akar, mint tönkretenni a kapcsolatokat, de Jézus azért jött, hogy fölépítse a kapcsolatokat. És a kapcsolatokban szabadul föl Istennek az ereje, Istennek a terve, és ezért úgy tekintünk egymásra, nem mint versenytársak vagyunk, lelkipásztorok, nem úgy tekintünk egymásra, mint versenytársak vagyunk. Nem az a lényeg, hogy kinek van nagyobb gyülekezete, ki tud jobban prédikálni, hanem mindannyian harcos harcostársak vagyunk, mert a célunk az, hogy minden ember megtér és az üdvösség ismeretére eljusson. Amen. Nem egymás ellen harcolunk, hanem együtt harcolunk azért, hogy az ördögnek az, a, a munkáját leromboljuk, mert Jézusról is az van írva, az Istennek a fi azért jött, hogy az ördög minden munkát lerombolja. És meg kell tanulnunk úgy dolgozni egymással, hogy győztes lehessünk, hogy kapcsolatban maradjunk a testvérünkkel. Mi van mi az írva, hogy a közös üdvösség, még az üdvösségről is az van írva, hogy közös üdvösség, és meg kell tanulnunk azt, hogy csak együtt tudunk győztese lenni. Nincs olyan, hogy én elszadok előre, én vagyok a győztes, hanem együtt megyünk be, együtt megyünk be. A át is majd, amikor megyünk a győztesek vonulunk be, együtt fogunk bevonulni, és nagyon fontos, hogy, hogy fejleszd magadat, magas szintre az együttműködési készségeidet, Légy támogató, és még egy dolgot mondok, légy támogatható. Légy olyan ember, akit lehet támogatni. Aki nem szalad el előre, nem hagyja ott a többieket. Van egy filmélményem, és bocsánat, hogy ezt hozom itt az ige hirdetésbe. Már lassan 20 évvel ezelőtt láttam a Gladiátor című filmet. Biztos láttátok mások is, nem vagyok nagy moziáró. Angolul néztem meg a filmet, és amikor az elején említette Gyuri is, hogy ugye a római katonának a harca, de ami, ami úgy megragad bennem, mert ugye nem értett tettem mindent, azért is angolul hallgattam, mert szerettem volna fejleszteni az angol tudásomat, és Magyarországon, tudjátok, szinkronizálják a filmeket, és hát az ember nem tud nyelvet tanulni ilyen szempontból. Mondják, hogy az egyik ok, hogy a magyarok gyengén beszélnek más nyelveket, ez az azért van például a fiatalok a világban, akik élnek, mert szinkronizálják, nem, nincs miért megtanulják. És akkor füleltem, és akkor Na, mit mondott tőle, és akkor hallgattam, és akkor lassan úgy kezdett összeállni a kép, de ami szeretném állni, amikor a lovasok mennek egymás mellett, és indulnak bele a harcba, és akkor kiabál a vezér, a Maximus, és azt kiabálja, hogy stay with me, hold the line, stay with me. Hold the line. És ezt mondja állandóan, miközben mennek a háborúba, maradj velem és tartsd a vonalat. Maradj velem és tartsd a vonalat. Mert hogyha előre szalad a katona, akkor azért ölik meg, ha elmarad, akkor meg azért ölik meg. De hogyha együtt megy a többiekkel, nem tudja megbontani a vonalat. És tekints a másikra úgy, hogy akivel együtt megyünk, és együtt aratjuk a győzelmet, és együtt fogunk diadalmaskodni Jézus Krisztus által. És Isten erre hívott el bennünket, hogy így ne egyedül legyünk. Isten nem a magányos harcosokba gyönyörködik, hanem maradja vezetőkkel, Tarts a többiekkel, és Isten adja a győzelmet a te számodra. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni ma délelőtt, hogy ha már az egységről beszéltünk, akkor egy másik szintre advigyem ezt az egységet, hogy ismert fel és tartsd észben, hogy a harc az úré. Nem a miénk a harc, nem a mi harcunkat harcoljuk, hanem a hadsereget azt azért tartják, hogy az uralmat fenntartja a hadsereg, és akkor, amikor, hogyha még a filmérményhez egyszer visszatérhetek, akkor nem azt mondták, hogy, hogy a Maximus győzött, hanem mit mondtak, hogy Róma győzött. Róma győzött. És akkor, amikor te harcolsz és győzöl, nem csak azt mondják, hogy te győztél, hanem győzött az Úr, és rajtad keresztül diadalmat adott az Úr. Amen. Mert nem a magunk harcát harcoljuk, hanem az Úrnak a harcát harcoljuk. És ne felejtsük el, hogy Jézus is, mint jó katona, ő is nem a maga harcát harcolta, hanem amikor imádkozott, akkor, hogyha már említettem János 17 ben mit mond az atyának, én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amit rám Bíztál, mint egy tábornok, amikor jelent annak, aki őt elküldte. Jézus úgy jelentett, és ott volt, és azt mondta: Atyám, a munkát, amit rám bíztál, elvégeztem ezen a földön. Ő egy győztes tábornok volt, és jelentette, még akkor ment át a legnagyobb ö, 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 csatán, ami, amit valaha el, ö, megvívtak ezen a földön, mert a legnagyobb csata az volt, amit Jézus megvívott a kereszten, Lefegyverezte a hatalmasságokat és kipellengérezte azokat, az van megírva Istennek az igébe, de ő nem a maga harcát harcolta, hanem az atyának a harcát harcolta, mert az atya küldte be Jézus Krisztust ezen a földön. Egyébként ez egy Gondolat erejéig hagyd térjek ki erre, hogy Jézusról a zsidókhoz írt levélben egyetlen egy helyen azt írja Istennek az igéje, hogy, hogy nézvén annak oka egy szent mennyi mennyei elhívásnak részesei, figyelmezetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára. És tudjátok, hogy az apostol, az apostol e, görög szó, az, az arám salia, a küldött a hírnöknek a megfelelője, latinul meg missit, e, amiből a misszió szavat lehet származtatni, és azt jelenti egyébként, hogy bizonyos feladatra kiválasztott és kiküldött ember, aki teljhatalmat kap, és a, a, a megbízóját teljességgel képviseli. Tehát ezt jelenti az apostol, és eredetileg, ezt nem sokan tudják, eredetileg Biblián kívüli szó volt, és katonai szó volt. Katonai hódítása kiküldött király megbízott, és Jézus itt, ezen az egy helyen nevezi Istennek az igé, és ezért azt mondom, hogy akkor, amikor Jézus Krisztusra gondolunk, akkor én úgy is gondolok a Jézusra, és azt gondolom, hogy ez így megengedhető, hogy gondoljunk, hogy akit a menny küldött el, ide erre a földre, hogy a föld, amelyet az ember áttengedett a gonosz erőknek, a sátáni erőknek, itt ezen a földön elhozza az Úr, és megalapítsa az Istennek az országát, az Istennek a királyságát, és ő egy olyan tábornok volt, aki megalapította Istennek a királyságát itt ezen a földön. Ő volt az az apostol, és amikor kiküldte a, a többieket, kiküldte a tanítványokat, Akiket később apostolnak nevezett, akkor azt gondolom, hogy őnekik az volt a feladata, hogy amit ő megalapított ezen a földön, amit elkezdett, az kiterjeszék ezen a földön. És tovább folytatom a gondolatot, és azt szeretném mondani, hogy tekints te is úgy önmagadra, mint aki te magad is egyfajta apostol vagy, egy küldött vagy, és a te feladatod, meg az én feladatom, mindannyiunknak a feladata, hogy az Istennek az országa elterjedjen az egész földön. Mert azt mondta az Úr Jézus, amikor imádkoztunk, hogy ti így imádkozzatok, legyen meg a, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy ezen a földön is. És amikor győztesről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy akkor tudunk igazán győztesek lenni, hogyha a Jézus Krisztusnak a munkáját visszük tovább, mert ő azt akarta, hogy egyetlen egy ember is elnevesszen, hanem mit akar? Minden ember megtérjen, az igazság ismeretére eljusson. Istennek nem terve az, hogy a pokol megteljen emberekkel, mert mit mondott az úr? Az az ördögnek és az ő angyalainak készítetet. Isten azt akar hogy minden ember megtérjen, és arra hívott el bennünket, hogy terjesszük az Isten országát itt ezen a földön. Katonák vagyunk, nem azért élünk csupán, hogy jól étben éljünk, nem azért élünk, hogy bizonyos dolgokat megszerezzünk magunknak, hanem katonák vagyunk, az a parancsunk, hogy az egész Föld megtérjen, az egész Föld megtérjen, és minden ember Jézushoz jusson, hogy a foglyok kiszabaduljanak, és ne halljanak meg, hanem övék lehessen az élet világossága Jézus Krisztus által. Isten arra hívott el bennünket, hadsereg része vagyunk. Itt ez a akik itt vagyunk, arra hívott el az úr bennünket, hogy ragadjunk ki, ahány ember csak tudunk a halálból, és csatlakozzunk a mennek a harcához, mert a harc nem a miénk, hanem a harc az úré. És a mennek a harcát harcoljuk akkor, amikor harcolunk itt ezen a földön, és ezt az elvégzendő feladatot Isten rábízta Miránk is, és csak még egy gondolat, hogy Pál is egyébként az volt az első mondata, és ezt úgy most figyeltem meg, amikor készültem a Bibliában, a római levél első rész, első verse, Pál azt mondja, Jézus Krisztusnak a szolgája elhívott apostol, Mire van elválasztva? Az Isten evangéliumának a hirdetésére. Ez az első mondat a Pálnak. Ez a legfontosabb. Azt mondta valaki, hogy a, a, a legutoljára mondjuk a legfontosabb dolgokat, meg legelőre. És Pálnak mi volt a legfontosabb? hogy elmondja, hogy én arra vagyok kiválasztva, hogy az evangélium hirdetés által az a küldetésem, hogy hirdessem az evangélium, és az evangélium hirdetés által ki szabaduljanak emberek az ördögnek a fogságából. Erre vagyunk elhívva, testvéreim. Nagyon jó, amikor összegyűlünk, nagyon jó, amikor együtt imádkozunk, mert megvan ennek is a feladata, meg ennek a szerepe. enélkül nem megy a dolog, szükségünk van ezekre, de ne felejtsük el, hogy a harc majd akkor fog kezdődni, amikor elmegyünk erről a helyről. Amikor majd otthon leszünk, amikor majd támad az ördög, amikor majd össze kell fogni másokkal, és akkor, amikor majd embereket hozod az Úr eléd, és találkozol vele munkahelyen, vagy iskolába, vagy bárhol, és szerencsétlen állapotban van, az ördögnek a hatalmában van, és akkor te azt az erőt, amit itt kaptál Isten szellem által, beveted, és legyőzöd az ördögnek az erejét, és az ember rádöbben arra, hogy Jézus meghalt, ő érte is, és megtér, és életet, és világosságot kap, nincsen nagyobb öröm annál, mint amikor látjuk, hogy emberek a halálból az életre térnek. És nem a arc, harc, hanem az óri a harc. Az óri harc. Halleluja. Mielőtt ide jöttem volna, a gyülekezetünkben van egy testvérné, aki már régen megtért rendőr egyébként, és a férje is katonaságnál dolgozik. Egyik tábornok a sofőrje volt, és nagyon sokat imádkoztunk érte, hogy térjen meg a férfi. Nem nagyon akarom elmondani az életének a sztoriát, de most már eljutott arra a pillanatra, amikor már egy végstádiumban van. Sokszor beszéltem vele, próbáltam vele, hogy elmondaná -e a megtérőknek az imáját, és egyszerűen nem bírtam rávenni arra, hogy elmondja a megtérőknek az imáját. Aztán most mielőtt elindultunk volna, kedden utaztunk, hétfőn délután elmentem hozzá, leültem oda az ágyam elé, beszélgettünk, és mondtam neki, figyelj, szembe kell nézned azzal, hogy el fogsz menni innen ebből a jelen való világból, és nem mindegy, hogy fogsz innen elmenni. Isten nem akarja, hogy a pokorra kerüljön az életed, hanem azt akarja, hogy a mennybe juss, azt akarja, hogy életed legyen, és örök életed legyen. És őszintén elmondtam neki, hogy, hogy amit ő is tudott, meg kérdeztem tőle, hogy hogy vagy, azt akkor mutatta, hogy így van. Mondtam neki, igen, jól tudod, az idő az, az meg van számolva, és kérlek, hogy ragad meg az alkalmat, és imádkoztam érte, hogy az Úr, könyörüljön rajta, és amikor így fogtam a kezét imádkozás közben, és mondtam neki, hogy Miklós, megtennéd -e azt, hogy elmondod a, a megtérőknek az imáját most? Nem akarlak kényszeríteni, de, de, de most úgy érzem, hogy, hogy, itt van Isten. Elmondod? És azt mondta, hogy elmondja. És elmondtuk együtt a megtérőknek az imáját, és kiragyogott az arca, megváltozott a, a, szeme, megváltozott a tekintete, mert Isten nem akarja, még hogyha kell az utolsó pillanatban is az Úr kiragatja az embereket. Mint ahogyan Dávidról is az van megírva, hogy nem adta át az ördögnek. Nem adta át, azt mondja, még, még a juhoknak, vagy a birkának, még hogyha, ha már el is vitted, de legalább még a csontját is Kiragadta onnan, és, és nem engedte, hogy elvegye a kedvét az ellenségnek attól, hogy embereket ragadjon, mert Isten nem azt akarja, hogy meghalljanak az emberek újból, mondom, azt akarja, hogy életük legyen, és ővel együtt legyenek az ő dicsőségébe. Hogyan lehetünk győztesek, ha kapcsolódunk a mennyhez, mert ebben az egész menny támogat bennünket, és biztos vagyok azért, hogy Miklós nem azért ért meg, mert én olyan szépen kérleltem, hanem azért ért meg, mert az egész menny ott volt velem együtt, amikor én azt mondtam, hogy térj meg, fogadd el Jézus! Krisztust és tudjátok, mi a legjobb szolgálat egyébként az egyházon belül, hogy ezt szabad elmondanom nektek, az evangélista a legjobb szolgálat. Mert az egész menny együtt munkálkodik az evangélistával. Isten azért küldi az evangélistát, hogy az evangélista bemenjen a világba, és kihozza onnan a foglyokat Jézus Krisztus által. Tudjátok, hogy az öt szolgálati ajándék micsoda? Apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító lehet, hogy már hallottátok tőlem, de elmondom még egyszer, az apostol az olyan, mint a hüvelykúj, mindig ötöt mondok, mert ugye mondom, az apostol olyan, mint a hüvelykúj. Miért? Azért, mert az a legerősebb, az együtt dolgozik mindegyikkel, és anélkül nem tudsz erősen fogni. A hüvelykúj nélkül nem tudsz erősen fogni. A, a mutatói az a proféta. Miért? Mert megmutatja, hogy mi az Istennek az akarata. <laughs> Így van? A középső új az a evangélista. Miért? Mert ha itt teszed az újadat, úgy néz ki, mint egy ég. És a közép, nézd meg az újjaidat köz... szerintem Pál, amikor a ujjadait közül is a középső a leghosszabb, nem? Olyan, mint egy ék. és az evangélista van az éknek az elején, és behatol a világba, és a többiekkel együtt, persze, mert újból mondom, nem egyedül, de a többiekkel együtt kiragadják onnan az embereket. Aztán most, ha végigmondom, a... most ezt mutatom, a negyedik újad az a gyűrűs új, olyan, mint a pásztor, aki tele van szeretettel, és akiket az evangélista és te kiragadott a világból, azokat gondjaiba veszi, ugye, mint egy jó pásztor. És az ötödik újunk, az pedig a tanító, tudjátok miért? Mert ez egyetlen újad, ami belemegy a füledbe. <tosz> <tosz> De fontos, hogy ezek együtt dolgoznak, együtt dolgoznak, mert ugyanis a tanítónak ez a dolga, hogy a viszkető füleket is megérintse. De hát ugye az egésznek az a lényeg, hogy együtt dolgozunk azért, apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, hogy az emberek kiöljenek a halálból, életre keljenek és megmaradjanak, és katonáká váljanak ők is. Isten erre hívott el bennünket. Van még egy kis időm. Ne, nehogy úgy legyen, mint az egyszeri lelkész, tudjátok, amikor prédikált, és nem találta a végét se, se a prédikációnak, és akkor mondta, hogy hát hívek már szedelőzködtek, mert ugye már harangoztak, hogy menni kell haza, és mondta, hogy kedves hívei, még tíz percet adjanak nekem, és mondta neki, hogy tiszteletes úr, ne zavartassa magát, maga csak prédikálj nyugodtan, ha végzett, csukja be az ajtót, kulcsot tegyen. látok. Na, ja, oké, okay. halleluja, halleluja. oké. Okay. De ma a negyedik dolognál tartunk, tehát ma a negyedik dolognál, hogyan lehetünk győztes? Úgy tudsz győztes lenni, hogy ismerd meg az ellenséget. És igazából ez lenne az, amiről ma én is szerettem volna beszélni. És ez pedig az, hogy szellemi erők ellen harcolunk, fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétsége világbírói és a gonoszságnak a szellemei ellen. Erők ellen, amiket nem látunk, erők ellen, amiről vajmi keveset tudunk, és én is nagyon óvatosan akarok beszélni róla, és mi is általában félünk beszélni ezekről a dolgokról. Félünk beszélni, mert nem szeretnénk, hogy olyan összeesküvés elméletnek tűnne, amiket beszélünk, mert egyébként nagyon sok minden nincs a Bibliában, Bibliában kijelent vele kapcsolatosan, meg nagyon sokszor azért nem beszélünk, hogy szellemi harcról, mert amikor szellemi harcról beszélünk, akkor ilyen állviták foglalnak le bennünket, álteológiai viták, hogy van-e, vagy lehet-e hívőbe démon. És akkor ezen úgy elvitatkozunk. Szerintem nem, ez, ez, ezen kár vitatkozni, hogy van-e vagy nincsen, ha van, üsd ki belőle, ha nem lehet benne, akkor meg ne vitatkoz rajta. De nem ez a lényeg, hanem az egésznek az a lényege, hogy harcoljuk meg a harcot, amit nekünk meg kell harcolni, és tudjuk azt, hogy nekünk ilyen erők ellen van harcunk, és a mai állapotok egyébként, ha már illést említettem, emlékeztem, hogy illést említettem, hogy ugye illés egyedül marad, ha azt mondom, a mai állapotok nagyon hasonlóak egyébként illésnek a, a, a korához, e, és e, ma is e, ugyanúgy, mint akkor, ugye ott volt Jézabel, e, aki e, mögött egy szellemi erő volt tulajdonképpen, és Jézabel e, az tulajdonképpen egy ellenséges királynak, Edboálnak, Szidon királyának volt a lánya. E, és e, az egyik legnagyobb tévedés volt, amit Akháb király megtett, hogy egy ellenséges királynak a lányát vette feleségül. És mögötte egy ellenséges erő volt, ellenséges kultúra, ellenséges szándékok voltak, és bevinni a hálószobádba. Királynévá tenni? Uralkodóvá tenni Izraelbe? Az annyi, hogy beengedem az ellenséget, és engedem, hogy az ellenségnek a, a szándékai megvalósuljanak, és egyedül nem tud győztes lenni, és Akább király is, ugye, tehát elkövette ezt a büntést. Ha azt mondom, hogy Jézabelről, hogy próbálom leírni mi, mi, mi volt az egyik jellemző, hogy gyilkos volt, aki megölette a profétákat. Megölette a profitákat, és igazából azért mondom el, mert nagyon sokszor, amikor Jézabel szelleméről beszélünk, akkor elfelejtkezünk arról, hogy itt a mai időszak hogy ez a szellem, ez nagyon be akarám jönni a gyülekezetbe is. Be akar jönni a Jézabelnek a szelleme. Olyan közel, mint amilyen közel beengedte Akháb, és észre se vette, mert ő szerelmes volt, és nem figyelte, hogy a szerelmen keresztül bevitte az ellenséges szándékot az ő életében, meg Izraelnek az életében megölte Izraelnek a, a profétáit, akik az Isten emberei voltak, Isten akaratának a képviselés, helyettük Baal papokat ö, ö, tett oda. Most nem akarok párhuzamokat mondani, nehogy azt gondoljátok, hogy most ö, azt akarok, de nagyon figyelni kell, hogy ne engedjük, hogy ez a szellem a gyülekezetbe bejöjjön. Megölte nábótot, ö, aki ö, ugye nem adta oda a, a, a földjét, rövidre fogom fogni, amikor a király kérte tőlem, tőle, és ö, azt mondta, hogy adnám oda az én örökségemet, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben Nábót az integritást képviselte, azt, azt képviselte, amit le akar rombolni az ellenség, és ez a gonosz szellemi le akar rombolni nagyon sokszor a gyülekezetbe, és helyette Alantas hamis dolgokat akar visszaadni, És igazából ez a szellemet nagyon sokszor csak így a Jézabel szellemeként, ezzel azonosítjuk, de nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, hogy, hogy ez a szellem ez nem csak Jézabelre volt hatása Jézabelen keresztül, hanem illésre is hatása volt. És mi volt illésre a hatással? Hogy amikor megüzente Jézabel neki, hogy ahogyan te levágtad a profétákat, úgy fogok én is téged megölni, és mi történik illéssel? Megijed, elgyengül, és elmegy, és lefekszik egy fa alá, és azt mondja az úrnak, hogy uram, meg akarok halni. És nagyon sokszor ennek az erőnek, mert újból mondom, hogy ilyen erők ellen van nekünk harcunk, ezeknek az erőknek az a célja, hogy az egyházat, az Istennek az embereit megijessze, és elvegye a kedvét a harctól. Elvegy a kedvét attól, hogy végigcsinálja a dolgokat. És lefekszik, és azt mondja, hogy meg akarok halni. És nagyon sokszor, amikor, ha ige hirdető vagy, bizonyságtevő vagy, vagy bármilyen szolgáltod van a gyülekezetben, és akkor, amikor érzed azt, hogy fú, én ezt most nem akarom elmondani, vagy, vagy nem tudom, én voltam úgy lelkipásztorként, emlékszem rá vasárnap reggelenként, hogy uram, nincs erőm odállni a gyülekezet elé, nincs erőm prédikálni, nincs erőm elmondani a testvéreknek, úgy érzem, hogy nincs semmi értelme, úgyse fognak meghallgatni. Tudod, hogy ez a szellem van, ami ott van mögötte, és azt akarja, hogy te ne prédikálj, azt akarja, hogy ne álljod a dicsőítés vezetőként. Azt akarja, hogy ne mondd el a szavalatodat. Azt akarja, hogy, hogy ne szolgálj a gyülekezetbe, hagyd abba az egészet. Tudod miért? Mert fél tőled. Fél tőled. És nagyon sokszor nem a te gondolataid ezek, hanem ne felejtsd el, a gondolatunk egy csatamező ahol nem csak a mi gondolataink vannak, hanem az ellenségnek a gondolatai is. És ezek a szellemi erők nagyon sokszor azon dolgoznak, hogy, hogy, az Istennek az embere adja meg magát, és azt mondja, hogy nincs értelme, nem érdemes tovább csinálni a dolgokat. De a legjobb, amit tehetett Illés, mit csinált, hogy oda ment az Úr által, és fölment az Istennek a hegyére. És Isten válaszolt ugye Illésnek, és... Mit mondott neki? Hogy, hogy Isten azt mondja, menj el, térj vissza te utadon, Damaszkuszba, és amikor oda jután, az kenyet királya hazelt Szíriában, és éjúton Imszi fiát kenyet királya Izraelbe, és Elizeust, az Abel a beli Sáfát fiát pedig kenyet profétává a te helyedbe. Tehát amikor az ember azt érzi, hogy nincsen tovább, meg úgy érzem, hogy nincsen kedvem, meg nem bírom tovább, ne felejtsd el, hogy az Istennek még mindig van terve az életeddel kapcsolatosan. És Isten azt akarja, hogy csináljuk végig a dolgokat, és illés is, amikor elgyengült, Isten nem mondta azt, hogy jó, hát ha elgyengültél, akkor hagyjuk abba az egészet, hanem azt mondja, megerősítelek téged, és azt akarom, hogy vidd végig azt, amit én rábíztam, mert mi mond Isten neki, hogy mindeneket elvégezvén megálljatok. És Isten azt akarja, hogy mindeneket elvégezvén. És... Nagyon sokszor ö, ö, érezzük ezt, hogy, hogy csak részlegesen végzünk el dolgokat, és ö, Illés is részlegesen végezte el egyébként a munkát. Emlékezte rá, hogy Illés részlegesen végezte el? Nem végezte el teljesen. Kettőt a három, három feladata volt. Szíriába, Izraelbe királyt, és magad helyett hívd el Elizeust. És mit csinált ezek közül meg egyedül? Csak ill, ö, ö, Elizeust hívt el maga helyett. Az első kettőt nem is csinálta meg? És Isten nem azt akarja, hogy részlegesen végezzük el a munkánkat, Isten nem azt akarja, hogy részlegesen dolgozzunk, hanem azt akarja, hogy fejezzük be a munkát, amire Isten elhívott bennünket. És akkor hadd állj meg egy kérdés erejéig itt, hogy miért volt az, amikor már elhívta szolgálat maga mellé Illés Elizeust, és tudjátok, mentek együtt, és mondja Illés Elizeusnak, hogy hagyj el engem, mert az úr el akar ragadni tőled. És akkor Elizeus azt mondja, dehogy hogy hagylak el téged, az úr él az úr, hogy végig veled együtt maradok. És mentek éjszakra, mentek délre, időnként megállt illés, és mondta, hogy hagyjál engem békén, mert az úr el akar ragadni tőled, és azt mondja, nem, hagylak el téged. És amikor már a végén kint voltak a pusztában, és azt mondja, most már tényleg el fog az úr ragadni tőled, engem, kérjél valamit, és mit kért Elizeus? hogy a rajtad levő léleknek a kettős mértéke legyen én rajtam. És nem azért kérte Elizeus, hogy ő neki nagyobb pecsli legyen a, a Málkosan, hogy, hogy én rajtam kettős kenet volt, hanem azt vette észre, hogy a Jézabel szellem ellen, a világban levő fejedelemségnek az erej ellen nem lehet szimpla kenettel győzni. Itt kétszer akkor a kenetre van szükség, hogy végig tudjam csinálni a dolgokat. És a tegnapnak a kenete nem elég a mai napon számodra, testvérem, hanem még erősebbé kell válni az Úrban, még inkább betöltekezni Istennek az erejével. Mert hogyha tegnap nem tudtad legyőzni, akkor még többet kérj az Úrtól, és le fogjuk győzni az ellenséget. És ezt ismerte föl Elizeus, hogy ki több kell, többet belőled, és sokszor énekeljük, hogy még többet, Uram, belőled, még többet. És hogyha fél órát imádkozol, és fél órát keresed az Urat, akkor ezután keresd egy órán keresztül az Urat. Erősödj meg az Úrban. Erősödj meg az ön hatalmas erejében, azt mondja Istennek az igéje. És legyen benned az, ami benne volt Elizeusban, mert ő tudta, hogy be kell fejezni, amit az úr kimond, az be kell fejezni. Nincs olyan, hogy nem fejezzük be. Ha kell évszázadok múltán is Isten gondoskodik arról, hogy amit ő kimondott, az megvalósuljon. De ne várd meg, hanem te csináld meg, amit Isten rád bizott. Ne azt gondolt, hogy majd más, mert fölveszi más helyetted, de akkor a koronát nem te kapod meg. Mert Elizeus fölvette illés helyett, ő királyá kente Jéhurt, királyá kente uh, Szíriában, uh, akit királyá kellett kenni, megcsinálta azokat a dolgokat, pedig illésnek kellett volna megtenni. És ezért nagyon fontos dolog, hogy erősödj meg Istennek az erejében. Töltekezd be Istennek a szellemével, és a mai állapotok, hogyha, ha szabad egy kicsit tovább vinni, mai állapotok is nagyjából erről szólnak, és tényleg nagyon röviden akarom csak elmondani, mert, mert nagyon sok minden kellene. De figyeljetek meg, ez a levegőbeli hatalmasságnak a fejedelme, amiről olvastunk, ez itt munkálkodik. Itt munkálkodik az USA-ban is, munkálkodik az Európai Unió országaiban is, és ez az erő, ez a szellemi erő, ez be akar törni a legfontosabb pozíciókba, médiába, a kormányzati szintre be akar törni. Nem bántani akarok én kormányzati embereket, mert nem emberekkel van harcunk, újból mondjuk. Mit mondtunk? Nem vér és testellen van küzdelmünk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet csötétség világbírója de van egy erő ebben a világban, egy gonosz szellemi erő, amelyik, ha a hívők nincsenek résen, el fogja foglalni azokat a pozíciókat, ahol majd olyan törvényeket fognak hozni, ahol az értékeket, az Isten szerint való értékeket devalválni fogják, és olyan dolgokat fognak törvénybe foglalni, amit mi nem szeretnénk. És hogyha az Istennek a népe nem erősödik meg, hogyha az Istennek a népe nem imádkozunk, és nem harcolunk ezek ellen a dolgok ellen, mert nem az a feladatunk, hogy kimenjünk és tüntessünk. Nem arra szeretnék fölhívni senkit se. Nem a mi dolgunk az, hogy, hogy ö, ö, a, a gyülekezetnek az erejét akarjuk bemutatni. Nem, nekünk nem ez a feladatunk. Nekünk az a feladatunk, hogy imádkozzunk, menjünk a térdünkre, harcoljunk az Úr előtt, mert ha harcolunk az Úrral, akkor az Úrral együtt győzni fogunk. De ez a harc nem a miénk. Ne felejtsd el. Még amikor azt látod, hogy olyan törvények születnek is, ne mérkelődjél, ne haragudjál. Nem ez a megoldás, hanem imádkozz. Mert a harc az úri. Hidd el, hogy az úr is harcol, és azt akarja, hogy... hogy ne ezek az erők győzzenek, hogy ezek az, emberek, ezek az erők ne tudják tönkretenni az embereknek az életét, hanem Isten azt akarja, hogy, hogy tanuljunk meg vigyázni, és tanuljuk meg odaszállni magunkat, hogy az Úrral együtt harcoljunk. Az előbb azt mondtam, a harmadik pontban az, hogy a mennyi és az Úria harc, akkor csak egy dolgot hadd említsek, még Józsuéról is volt már szó. Józsué, amikor átmentek a Jordánon és az ígéret földjének az elfoglalására készültek, emlékeztek rá, találkozott egyszer egy emberrel, fényes ruhába öltözött, és kiderül, hogy, és kérdezi, hogy miért jöttél? Az ellenségeink közül vagy? Emlékeztek erre? Vagy, vagy velünk vagy? És mi a válasza? Nem, én az Isten seregeinek az angyala vagyok, és azért jöttem, hogy ti álljatok a mi oldalunkra. És igazából azt szeretném a gyülekezetnek mondani, hogy nem a mi dolgunk, hogy igazságot tegyünk ebbe a világba. A mi dolgunk az, hogy a mennyei seregekhez hozzácsatlakozzunk. És mi az, amit csinált József, nagyon bölcsen csinált, és tetszik az igébe, letérdelt Meghajtotta magát földig, és azt mondja, itt vagyok én is az Úrnak a szolgája, és harcoljunk együtt, és amikor együtt harcolunk a mennyei seregekkel, hiszem, hogy akkor győztes tud lenni az Istennek a népe. Ma óriási kavarodások vannak a világban, menekült áradat Európába. biztos hallottátok a hírekből, olyan törvényeket készülnek meghozni világszerte, amelyek a... a, a, a Hát kimondom, nem bánom, hogyha a tévény nyilvánosság előtt mondom, és tudom, hogy veszélyes ilyen dolgokat kimondani, de kimondom, homoszexualitás és különböző dolgok, amiket törvénybe akarnak foglalni, nem a mi dolgunk az, hogy mi a törvényhozókkal harcoljunk, ami dolgunk az, hogy azzal a szellemmel harcoljunk, ami őket is be akarja folyásolni. És az Isten népének az a dolga, hogy imádkozzunk, bőtöljünk, járjunk közbe az Úr elé, mert az Úr meg tudja tenni azt, amit mi nem tudnánk emberi erővel megtenni, hogy megváltoztatja még az embereknek a a gondolkodásmódját is. Nem haragudni akarunk rájuk, nem megbélyegezni akarjuk őket, de egy dologban biztos vagyunk, hogy az Istennek a törvényszerűségei nem avulnak el, és amit Isten megállapított erkölcsi értékeket, azok nem fognak elmúlni, és akik az erkölcsi értékek szerint élnek, azok fognak bemenni az Istennek a dicsőségébe. És mi, amen! És nem akarjuk, hogy emberek, nem akarjuk, hogy emberek hanem azt akarjuk, hogy megtérjenek és éljenek. De a mi harcunk nem testi, a mi harcunk nem világi, hanem a mi harcunk szellemi, és ezáltal tudunk ejteni fejedelemségeket, ezáltal tudunk gondolkodásbeli magaslatokat lerombolni, amik ebben a világban vannak. És hogyha Isten népe imádkozik, legyőzetnek ezek az erők. Legyőzetnek ezek az erők, és Isten erre hívott el bennünket, hogy harcoljunk és győzzünk, hogy ne csak magunkat tudjuk megvédeni, hanem nekünk azért is harcolni kell, hogy a körülöttünk levő emberek nem menjenek a kárhozatra, hanem megtérjenek, és az Istennek az országa terjedjen. És befejezésül az ötödik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ismert fel a megfelelő alkalmat. A katonának föl kell ismerni a megfelelő alkalmat. Dávidot többször említettétek, már csak egy dolgot hadd mondjak Dáviddal kapcsolatosan, hogy amikor ott állt Góliát az izraeli seregekkel szembe, már 40. napja jött. Emlékeztek az ígér? És oly meg újból szidalmazta Izraelt az Istenével együtt. És Izrael hadserege, a katonák, az erős emberek ott álltak, és földbe gyökereztek, mert megrémültek ettől az óriástól, és nem tudta vele mit kezdeni. És Dávid megérkezik, és mi az első dolga Dávidnak? Azt mondja, hogy ez a körülmetélen filiszteus, hogy Gyuri mondta, hogy ez a körülmetélen filiszteus azt mondja, szidalmazza Isten, na majd körülmetélem én, és aztán persze nem ott, ahol ő, hanem egyel feljebb, és körülmetélt aztán, hogy tudjuk a történet szerint, de, de mi az, ami, ami nagyon fontos dolog, hogy nem várt 40 napot, mert figyelj, ha halogatsz, ha várod a dolgokat, hogy majd jobb idő jön, jobb lehetőség jön, nem jön el a jobb lehetőség. A katonának az a feladat, hogy most, ma, ha az ő szavát halljátok, ma, ha itt van a lehetőség, ragad meg a lehetőséget, mert holnap már te is elkezdesz elgyávulni. Holnap után még gyávább leszel, és 40 nap múltán használhatatlan emberré válsz. Hiába vagy katona, hiába van rajtad páncél, hiába van rajtad fegyver, a szíva legfontosabb. A katonának a szíva legfontosabb. És ne engedd, hogy az ördög beleszorítson egy ilyen defenzív állapotba, hanem ha meglátod a problémát, most azonnal kezdj el harcolni ellene, és akkor le tudod győzni. Hogyha meg tudod ragadni az időben, akkor, amikor annak az ideje az van, és elő kell állni, és hogyha előállunk, akkor tudunk győzedelmes lenni, és még egy dolgot, ha nem mikor lejött a Szent Szellem pünkös napján, mit olvasunk? Hogy Péter előállván a tizenegyel. Annyira tetszik, hogy van. Előállván... nem az Úr mondta neki, hogy állj elő Péter. Nem olvasom az igébe, hogy állj elő Péter, hanem Péter önkezdeményezve, de szent szellemmel betöltve kiállt a tizenegyel együtt, és elkezdte nekik hirdetni. Pedig mondhatta volna Péter, hogy hát ö, nyelveken beszéltünk, és mi se értettük, mit mondtunk, és ezek az emberek megértették, hát mi szükség van itt további prédikációra. De Péter nem, hanem Isten szellem által kiállt, és Isten szellem által hirdette nekik a Krisztust, és mit olvasol? Megtért még azon a napon három ezer ember. És három ezer ember kiszabadult az ördögnek a fogságából. És soha ne gondold, hogy a holnapi nap jobb lesz. Ma, a mai nap a legjobb. Itt és most, ha itt van a lehetőség. Ha Péter már volna még egy órát várt volna, még egy napot, nemhogy nem három ezer nem tért volna meg, három ember nem tért volna meg. Mit mond a közmondás? Addig kell a vasat ütni, amíg meleg. Addig kell ütni. És amikor itt van a lehetőség, ne várd, mert a lehetőség olyan, mint a vonat jön, megáll az állomáson, aztán tovább megy. És hogyha nem szállsz fel a vonatra, az tovább megy, csak te nem vagy rajta a vonaton. Az alkalom jön, ha megragadod, akkor győztes vagy, de ha nem ragadod meg, elmegy az alkalom, és ott maradsz a vesztesek között. És Isten arra hívott el bennünket, hogy ne várjuk, ne várjuk azt, hogy majd a másik meg fogja csinálni. Majd az Albert megcsinálja, ugye, tehát én azért nem mondtam el most a köszöntést itt az elején, azt nem is mondtam el, mert mégis mégiscsak ő az elnök a pünkösdi közösségnek, őt illeti, majd ő holnap köszönti, ha el nem felejti ő is. De én nem mondhatom azt szellemi harc területén, hogy majd ő fog harcolni, mert ő az elnöke, én csak alelnöke vagyok az egyháznak. Ha én így gondolkodok, vesztesek közé fogom sorolni magamat. És ha te úgy gondolod, hogy majd a pásztor harcol, vagy majd harcoljon a Vatukán, vagy mit Tudom, én kire gondolunk, hogyha azt gondolt, nem fog harcolni, neked kell harcolni. Ragad meg ott az alkalmat, eh, ahol lehetőséged van. És befejezésül eh, eh, egy olyan kép van előttem, hogy a, mit mond Istennek az igéje, és annyira szeretem a jelenések könyvét, és hogyha már olvastad, eh, szemi a, a, a itt vagy valahol a jelenések könyvéből, hát akkor ad idézem már, mit mond minden egyes gyülekezetnek refénszerűen újra meg újra az Istennek az igéje. Aki győz, aki győz. Aki győz. És mind a hét gyülekezetnek, aki győz, aki győz, aki győz. És én előttem egy olyan kép van, hogy indul és zajlik a háború. Mi is harcolunk itt ezen a földön, de a harcnak a nagyobbik részét azt ott végzik el, a mennybe. És láttam már olyan képeket, amikor egy győztes hadsereg egy ilyen átkaroló hadműveletet végzett. És amikor átkaroló hadműveletnek a végén átkeltek az Elbán a folyón, és akkor összetalálkoztak egymással, és ott örültek, hogy a győzelmet megvívták. Valahogy így tudom elképzelni, hogy amikor majd az egyház, a gyülekezet, átkelünk a Jordánon. És ott lesznek a mennyei seregek is. El tudjátok képzelni azt az örömet, amikor majd fogadják a győzteseket oda át, amikor lesz a nagy sereggyűjtésnek a napja, és amikor majd a mennyei sereget, meg a földi seregek összeérünk egymással, és összekapaszkodunk, és leborulunk a trón előtt, és dicsőítjük Jézus Krisztust, mert ő győzött és győztesített bennünket is. Isten áldjon meg benneteket, és legyetek győztesek, mert ez az elhívásunk Jézus Krisztus által. Amen.